Már 300 településen nyújtunk kikapcsolódást családoknak és üzleti partnereknek egyaránt. Jelen vagyunk otthonában, és már otthonán kívül is. A 100%-ban magyar családi vállalkozásunk több mint negyed évszázada ügyfeleink bizalmából építkezik, hazai értékek mentén. Televízió, internet, telefon. Egyedi távközlési megoldások. TAR. A mérkőzés első percében Wirth Daniel Tazar csensorozatával és góljával 1-0-ra vezet a hazai együttes, a Szekszárdi UFC. Szép volt, Dani! Én Szekszárdon nevelkedtem, fél évet voltam Bonyhádon, aztán visszaigazoltam, és most itt vagyok a csapattal. A mérkőzésről szerintem nagyon jól mentünk bele, már az elejétől fogva. Nagyon jól küzdöttünk, a párharcok nagy részét megnyertünk, és hamar gólt is tudtunk szerezni. És utána jó játékkal sikerült még hármat rúgnunk. Aztán a végén kicsit kiengedett a csapat, és azért kaptunk egy pár gólt. Ezt ki kell javítani a későbbiekbe, de szerintem nagyszerűen játszottunk. Jó kezdtük a mai mérkőzést is. Sikerült gyorsan egy szép áttövés góllal vezetést szereznünk. Az egész első fél időt kontrolláltuk, bár eléggé bizonytalan volt mind a két csapat a pálya talaja miatt, ezért folyamatos játék nem nagyon tudott kialakulni. Ennek ellenére mind a két csapat próbált focizni, több-kevesebb sikerrel. A második fél időben nagyon jól jöttünk ki. A játékunk sokat javult, több labdát tudtunk szerezni, több második labdát tudtunk megszerezni, ezáltal veszélyesebben tudtunk támadásokat vezetni a Honvéd kapujára, és ugye ennek meg is lett az eredménye, mert 4-1-el mentünk bele az utolsó 10 percbe, és akkor megint előjött az a hibánk, amikor kicsit felelőtlenebbül futballoztunk, és akár 5 perc alatt 2 gólt ajándékoztunk az ellenfélnek, és visszajöhetett a mérkőzésbe, amit már alapból megnyert volt részünkre, és a végén egy kicsit izgulni kellett, hogy megtartsuk a 4-3-as eredményt. Újabb Vircsers sorozat, és bal lábbal a bal alsó sarokba helyezi a mai mérkőzésen harmadik gólját. Mester 3-as lőttél. Ez nem minden nap történik meg, NB3-ban sem. Hogy érted meg? Nagyon nehezen, az elején el sem hittem. A fiúk nagyszerűen segítettek, szép gólpasszokat adtak, és nekem csak be kellett fejeznem. Strandfocis tapasztalatod mennyire tudott kamatoztatni a füles pályát? Teljesen más a kettő, de talán a levegőben a játék az sokkal jobban megy a strandlabdarúgás által. Jövő héten újra egy második csapattal játszunk, most a Fradival. Bízom benne, hogy ez a játék, hogyha levesszük azokat a sallangokat, amiből folyamatosan hibázunk és gólt kapunk, akkor elég lesz ahhoz, hogy onnan is el tudjuk hozni a 3 pontot. Egy nagyszerű mérkőzés játszottunk, és így kell a továbbiakban is.